A trafikosok egyre jobban félnek, mert nem tudják, hogy mikor rabolják ki őket. Szombathelyen egy 20 éves férfi baltával fenyegetőzve szerzett pénzt, míg Mátészalkán két maszkos férfi próbált pénzt követelni az eladótól. Nógrádban Bátonyterenyén a támadót viszont elriasztotta az eladó, aki megnyomta a pánik gombot. Közben a Fejlesztési Minisztérium közölte, hogy nem módosítják a dohányboltok kirakatát érintő szabályokat, mert szerintük ma sem kötelező lefóliázni a kirakatokat. Egymást érik a police.hu-n a dohánybolt rablásokról, betörésekről készült felvételek. Ezt 3 napja a Baranya megyei Vajszlón rögzítette a kamera. Itt egy fegyverre rontott be a támadó, aki azt az eladóra fogta, majd látható, hogy egy nejlonszatyorba pakoltatta a kasszatartalmát. Őt még keresik a rendőrök. Pár nappal ezelőtt Szombathelyen egy baltával a kezében ment be a trafikba egy férfi, de annyira sietett, hogy a pénz egy részét a pulton hagyta. Őt viszont 3 nap alatt elfogták. 200 ezer forintot zsákmányolt. Kapkodott, látszott, hogy ideges, tehát ez abból is látszik, ahogy a korábban kiadott videóanyagból látszik, hogy egy-két kötek pénzt, tehát 500-asokat, 1000-eseket a pulton hagyott. Ezt a Bátonyterenyei trafikot csütörtökön akarták kirabolni, de sikertelenül. Az eladó megnyomta a pánik gombot, és ettől a támadó megijedt, és dolga végezetlenül távozott. Itt nem nyilatkoztak híradónknak, de egy közeli trafikos azt mondta, hogy félnek. Biztos, hogyha a fóliát levennék, az nagyban befolyásolná, mert napközben is, vagy este is, ha égnének a lámpák, be lehetne látni járókelők, minden, tehát ez biztos, hogy egyik megoldás lenne. Hát nem tudom, hogy mi lenne a megoldás. Persze mindenki fél, mi is ugyanígy vagyunk vele, hogy esti órákban már kellemetlen egyedül. Sokan várták, hogy az illetékes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium enyhít a szabályokon, de tegnap az MTI-nek elküldött álláspontjuk szerint nem tervezik az enyhítést. A jogalkotó szerint most sem kötelező lefóliázni a kirakatokat. A szabály ugyanis azt követeli meg, hogy az utcáról benézve ne lehessen dohányterméket látni, és ezt, mint ahogy írják, az üzlethelyiség berendezésének megfelelő kialakításával, az egyes termékcsoportok átgondolt elhelyezésével is el lehet érni.